Agrárium. Bővülő támogatásokkal számolhatnak a gazdák. Szülőszövetség. Gyakorlati tanácsok a halmozottan beteg gyermeket nevelőknek. Hungarikum piknik. Bemutatkoztak az egyedien magyar ételek. Amerikai álmuk a magyar utakon, autós találkozó felső tárkányban. Virágvasárnap. Barka szentelés a templomban. Húsvét. Megkezdődött a nagy hét. Köszöntöm nézőinket, önök a Városi Televízió magazin műsorát, a heti krónikát látják. A mezőgazdászok számára rendezett az Agrártárca és az Agrárkamara tájékoztatót a Megyeházán múlt szerdán, ahol ismertették a támogatási lehetőségeket. Mint elhangzott, a kormány tavaly 2000 milliárd forint értékben írt ki pályázatokat a gazdálkodók és az élelmiszerfeldolgozást végzők számára, valamint a közös agrárpolitikai rendszerben a következő 7 évben 7600 milliárd forint áll rendelkezésre. A gazdálkodókat érintő változásokról és az elérhető támogatásokról tartott tájékoztatót az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a megye gazdálkodóinak. Feldman Zsolt államtitkár kiemelte, tavaly indították el a Megújuló Vidék, Megújuló Agrárium programot, amely a vidéki gazdaság talpra állását, megerősítését szolgálja. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 2021-ben a magyar gazdálkodók, az élelmiszerfeldolgozást végzők, szőlészek, borászok számára lényegében 2000 milliárd forint értékben írtunk ki pályázatokat. Hogy mire fordítjuk ezt? Precíziós gazdálkodás átállításában segítjük a gazdálkodóinkat. Több mint 100 milliárd forintot költünk már most élelmiszerfeldolgozás megújítására. Terményszárolókat, szárítókat újítunk meg, állattartó telepeket újítunk fel. Mindez azt jelenti, hogy egyébként egyik oldalon nő a hazai élelmiszerellátás biztonsága, ami ezekben a nehéz időkben kulcsfontosságú, másik oldalon pedig olyan versenyképessé alakítjuk a hazai élelmiszergazdaságot, ami a maga oldaláról jó, stabil munkahelyeket, stabil vállalkozásokat és prosperáló vidéki gazdaságot jelent. Ez mit jelent a gyakorlatban? Csak az elmúlt néhány évben Heves megyébe 110 milliárd forint jutott a vidékfejlesztési támogatások révén több mint 9300 gazdálkodónak. És ha azt nézzük, hogy ebből a pénzből közel 800 olyan beruházási projekt került finanszírozásra 47 milliárd forint értékben, amely ezt a technológiai megújulást, az életbemaradást, a versenyképességet növeli, hol azt mondhatjuk, hogy itt Heves megyében is ez a vidéki gazdaságot erősítő politika egy nagyon fontos és erős lába a megye gazdaságának fejlesztésében. 2023. januárjában indul a közös agrárpolitikai rendszer, fogalmazott Györfi Balázs annak elnöke. Alapvetően a közös agrárpolitika strukturálisan nem fog változni, hisz továbbra is kettő pillére lesz a közvetlen kifizetések, amit egyes pillérnek hívunk, és a vidékfejlesztési program, amit a kettes pillérnek. Ugye az egyes pillér az egy olyan struktúra, amiben nem szerepelhet hazai forrás, a kettesben pedig kötelező, hogy szerepeljen. Ugye Magyarország azért, hogy az egységes területalapú kifizetések azok hektárra vetítve érdemben ne csökkenjenek, sőt lehetőség szerint növekedjenek. Ezért a kettes pillérből átrakott 25%-nyi forrást az egyesbe. És azért, hogy a kettes pillérben maradó forrás pedig kellő volumenben álljon rendelkezésre, ezért hát mi már 2018-ban elkezdtük a lobby tevékenységet a kormánynál, hogy a nemzeti kiegészítést azt lehetőleg magasabban állapítsa meg, mint az előző 7 éves tervezési időszakban, mikor is 18,5% volt. Na most eljutottunk odáig, hogy ez 80% lett. Ez azt jelenti, hogy mindenki fizetett 100 forintból, 80 forint a hazai büdzséből és 20 forint az Európai Unióból érkezik. Ez nagyon jól mutatja, hogy a kormányzat számára nem csak a szavak szintjén fontos a vidék, hanem a tettek is ezt támasztják alá, hisz ez a 80%-os társfinanszírozás, ez az Európai Uniós jogszabályok szerint az adható maximum, és egyébként erre korábban nem volt példa, nem Magyarországon, hanem az Unió egészében, hogy valaki bármelyik tagország ennyi pénzt költött volna a saját vidékére. Ahhoz, hogy a 23. január 1-i indulás biztos legyen, ahhoz az kell, hogy a múlt év végén kiküldött stratégiai tervünket, amit minden országnak le kell adni, azt a bizottság jóvá hagyja. Ez az eljárás, ez most zajlik. Az egyes pillérben 3300 milliárd forint van a 7 éves tervezési időszakra, a kettes pillérben pedig a hazai kiegészítéssel együtt 4300 milliárd forint. Így elmondhatjuk, hogy 7600 milliárd forint összesen az, ami a közös agrárpolitikával 7 év alatt a magyar vidékbe fog áramolni, és ad ezáltal egy olyan lehetőséget, ami egészen kivételes, ez egy óriási lehetőség, de nekünk agráriusoknak látni kell, hogy ez ugyanakkor a felelősség is, hogy ezt jól használjuk, és a magyar élelmiszergazdaság
gazdaságot, azt a szükenvet világelitbe tudjuk ezzel repíteni. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a Rózsson kifejtette, Heves megyében agrárbéke van. Az elmúlt 4 év mennyire volt sikeres a Heves megyei mezőgazdaságnak, és mit tartogat a jövő számára? Hát én úgy ítélem meg, hogy elnökségem alatt itt Heves megyében a gazdálkodók körében egy nyugalom és béke alakult ki. Mi ugyanolyan fontosnak tartjuk a nagyvállalkozókat, mint a kisebbeket, és mindenkit megfelelőképpen próbálunk segíteni a Nemzeti Agrárgazdaság Kamara keretén belül. Amint még nagyon fontosnak tartom, a jégkármérséklő rendszer, amit sikerült letelepíteni, de Heves megyében is, mint egy 42 településen működik itt Heves megyében jégkármérséklő rendszer. Ezt elmondhatom, hogy több milliárd forint értéket óvtunk meg, egyrészt a gazdálkodóknak, másrészt a társadalom más szegletébe élőknek és dolgozóknak. Harmadrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy Heves megyében egy fölkészült falugazdász hálózat áll a gazdálkodók rendelkezésére. A magyar állam partnerként, a magyar kormányzat partnerként tekint a vidékre, mintegy 9000 milliárd forintot tudunk az elkövetkezendő években lehívni. Úgy gondolom, hogy egy olyan fejlődési ciklus, egy olyan fejlődési periódus előtt áll a vidék, amit még soha nem tapasztalt, és ezen belül Heves megye is. Mi mindent megteszünk, hogy Heves megye érdekében, hogy minél több pénzt tudjunk ide Heves megyébe lehívni. A halmozottan sérültek számára elérhető szolgáltatásokról szervezett fórumot a Halmozottan Sérültek Heves megyei Szülőszövetsége. Az előadáson olyan gyakorlati tanácsokat kaphattak a sérült személyt gondozók, melyek megkönnyíthetik a mindennapokat. A Halmozottan Sérültek Heves megyei Szülőszövetsége rendszeresen szervez találkozókat a sérült gyermeket vagy már felnőttet otthon gondozók számára. A pandémia óta először találkoztak múlt szerdán Egerben. Az előadáson olyan gyakorlati tanácsokat kaphattak, melyek megkönnyíthetik a mindennapokat. Mi súlyosan halmozottan sérült gyermekeket nevelünk, ami azt jelenti, hogy ők 24 órás ellátást igényelnek, tehát a legtöbb gyermek nem tud önállóan étkezni, sőt járni, felülni, beszélni, tehát a kommunikációjuk is nagyon akadályozott. Nagyon sokan gyógyszereket, illetve epilepsziában szenvednek, és rendszeresen gyógyszereket kapnak, tehát mindenféleképpen ezt úgy kell megszerveznünk, ezt a segítést, ezt a vigyázást, hogyha valaki el akar menni, hogy ez meg legyen oldva, és ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ez addig még viszonylag könnyen, meddig a szülők és a gyermekek is fiatalok, tehát akkor még esetleg a család, a tágabb család, a nagyszülők, a rokonok még bebesegítenek, de egy bizonyos idő után sajnos ezek szépen így elkopnak, és a házi segítségnyújtás pedig nagyon-nagyon alacsony színvonalon van. Nagyobb városokban még valamilyen szinten elérhető, de heti 20 órában és csak munkanapokon. Tehát, hogyha ezt most kiszámoljuk, ez mondjuk, hogyha hétfőtől péntekig 5 napos munkahéttel gondolkodunk, akkor napi néhány óra, napi 3-4 óra az, ami ténylegesen jut, és ez sem szakápolás, hanem ez is csak tulajdonképpen egy olyan felügyeletet jelent, ami hogy nincs a gyermek egyedül tulajdonképpen. Tehát ez egy nagyon-nagyon kevés, ezeken a szolgáltatásokon még nagyon-nagyon sokat kellene fejleszteni. Mi magunk is, a Szülőszövetség is nagyon sokat teszünk érte. Ha van rá lehetőségünk és találunk rá forrást, akkor mi magunk is szoktunk foglalkoztatni olyan segítőket, akik ezt a feladatot el tudják látni, mert a családoknak, a szülőknek nagyon nagy szükségük van rá. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a szülőknek a többsége egy családoknak a többsége egy szülős, nagyon kevés helyen van apuka. Mondhatom azt, hogy a 80-100 családból 16 apuka van, akikről mi nekünk tudomásunk van. A többi család az egyszülős, tehát az édesanyák egyedül vannak, de ha itt is körbenézünk, akkor itt is látszódik, hogy nagyon kevés férfi van. Nagyon örülünk annak, hogy vannak férfiak, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy vagyunk, de sokkal többnek kellene lenni. Véleménye szerint az ellátás minden területen fejlesztést igényel. Azt el kell ismerni, hogy az elmúlt néhány évben, vagy inkább az elmúlt 15 évben jelentős javulások tapasztalhatóak, úgy, mint az anyagi megbecsülésben is, tehát azért az ápolási díj is most már azért kezd közelíteni a megélhetésnek a minimumához, tehát azért már most egy olyan 100 000 forint körüli ápolási díjban részesülnek a szülők, ami úgymond az ő fizetésük tulajdonképpen. Tehát ezen kívül még nagyon sok olyan jellegű szolgáltatás, például mondok egy példát, a fogászat. Nincsenek rá fölkészülve
Országosan egy-két olyan klinika van, ahol altatásban és ahol az ilyen súlyosan halmozottan sérülteknek a fogait ellátják. Megyei szinten 4 éve működik a fogyatékosügyi tanácsadás. Fúrnagyné Szokolai Katalin a családok számára Egerben és Heves megyében elérhető szolgáltatásokról tartott előadást. Még a SZIN, az FSK non-profit KFT, majd a jogutódja a SZIN non-profit KFT indította el ezt a szolgáltatást. Minden megyében létrehozott egy információs és koordinációs pontot, ahol segítséget adhatunk és adtunk azoknak a fogyatékos embereknek, szülőknek, akik bármibe elakadtak, az ügyintézés folyamán, vagy bármire szükségük lenne. Itt mindenféle dologra gondolni lehet, akár egy pénzügyi ügyintézésbe való segítségnyújtás, de egészen onnan, hogy akadálymentesen hogy juthatnak el, akárhová szabadidős programok ajánlásán keresztül, még az iskoláknak, óvodáknak érzékenyítő foglalkozásokat is tartottunk, tehát a fő tevékenységünk a tanácsadás. Egész Heves megyében végzik a szolgáltatásukat. Általában a különféle pénzbeli ellátások kapcsán, hogy milyen lehetőségeik vannak, megváltozott egy élethelyzet, akkor most milyen pénzbeli ellátás lehetősége van. Gyerekek esetében előfordul, hogy fejlesztő pedagógusra van szükség, akkor megpróbálunk ebben is segíteni. Van, hogy intézmény keres meg, hogy segítsünk fejlesztő pedagógust keríteni az intézménybe. Felnőttek esetében az intézményi ellátás is nagyon sokszor előjön, és hát el kell, hogy mondjam, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk itt Heves megyében, mert azok a felnőttkorú, súlyos, középsúlyos fokban értelmi sérültek, akik még otthon vannak, nagyon nehezen tudnak intézménybe kerülni. Az Egri Bikavér Hungarikum látta vendégül a hétvégén az ország neves gasztrohungarikumait a Szépasszonyvölgyben, a Hungarikum pikniken. Meg lehetett kóstolni természetesen az Egri Bikavér mellett a karcagi birkapörköltet, a bajai halászlét és a hortobágyi szürke marha gulyást is. Igazi hungarikumokat lehetett kóstolni szombaton a Szépasszonyvölgyben, többek között bajai halászlét is. Szerintem a bajai halászlé az egy végtelenül egyszerű étel, az egyszerűségében van a nagyszerűsége, és annak ellenére, hogy egyszerű, az ember egy egész életen keresztül tanulja, és soha nem tudunk pontosan ugyanolyan halászlét főzni. 5 összetevője van, nem főzünk alaplevet, tulajdonképpen a húst, a hagymát betesszük a bográsba, fölforra a víz, ezt követően a törött paprikát, és utána 30 perc múlva készen van a halászlé. Milyen a jó hal hozzá? A jó hal, a bajai halászlé alapját mindenképpen a ponty adja, de nagyon jót tesz neki, hogyha egy kicsit vegyes halat is teszünk, tehát törpeharcsát, harcsát, kárászt, egy nagyon-nagyon pici csuka is elfér még benne. A csergetés mellett karcagi birkapörköltet is kóstolhattak az érdeklődők. Ez a hely, ez, ennek varázsa van, úgy gondolom, hogy ha már, és egyébként is egy hungarikum pikniknek elnevezett rendezvény, ahol a hungarikumok nem hiányozhatnak, így a mi birkapörköltünk se, hiszen az is egy hungarikum. Mitől különleges a birkapörköltjük? Teljesen más az országban főzött birkapörköltökhöz képest. Ugye azt mondják karcagon, az egész birkát beleteszik, az összes részét, a perzselt körmök, a perzselt fej, az összes belsőség, a paca, az mind benne van. Ezt más tájegységeken nem így készítik el. Illetve hát szerintem mi készítjük a legjobb birkapörköltet az egész országban, tehát megérdemli a nevét. Mi szeretünk vidékre elmenni, a karcagtól messze, mert ott ugye mindenki tud birkát főzni, meg mindenki eszi. De sok helyen nem szeretik. Van egy előítélet a birkával szemben, és ez olyankor eloszlik, amikor eljönnek hozzánk, és megkóstolják a mi finom birkapörköltünket, és nagyon jók a visszajelzések, imádnak minket.
elkötelezett borkóstolók vagyunk és borkedvelők. Ennek a szeretete a szülőktől származik, és mivel még Egerbe élünk, ide minden rendezvényen részt szoktunk venni, amikor csak tehetjük. És az időjárás az nem szokott minket befolyásolni, hogy megyünk, nem megyünk, hát most a hangulat kedvéért, meg a tradíció, meg minden. Ön szerint miért fontos, hogy ünnepeljük a hungarikumokat? Hát szerintem azért, hogy azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, tehát annak a készítésével, meg ezt elérték, hogy hungarikum legyen, hát öregbítsük a hírnevét. Idén harmadik alkalommal rendezzük meg. 2018-ban volt először, és a Bikavér hungarikummá avatásának évfordulójára tartjuk. Egy szezonnyitó eseménynek szántuk, tehát az országos gasztrorendezvények körében ez lenne az első. Azért fontos, hogy hírül vigye, hogy milyen fantasztikus a Bikavér, és hogy milyen nagy teljesítményekre képes a magyar nép. A hungarikumok közül kiképviseltetik magukat ezen a hungarikum pikniken. Miket lehet itt megtalálni a szombat és a vasárnapi napon? Elsősorban gasztro és kultúr hungarikumokat hívtunk. A gasztro hungarikumok közül, akik mögöttem is láthatók, a karcagi birka pörkölt főzők, bajai halászlé, lehet ludaskástást kóstolni, tehát libamájas termékeket. Itt van a debreceni páros kolbász, készítenek a Szent Andrea pincészetnél, és még sokan mások. Van egy helyi ízek utcája rendezvényünk, ahol pedig szintén hungarikumokat lehet elsősorban vásárolni, molnár kalács, akácmézből készült termékek és egyéb képzőművészeti darabokat. Amerikai autócsodák gördültek végig Felső Tárkány utcáin szombaton. Az autó találkozón meg lehetett csodálni a klasszikusokat, mint a Cadillac-et, Dodge-t, Mustangot, vagy éppen a Chevrolet Camaro-t is. Mi is ott jártunk, és egy körre ki is próbálhattuk, milyen egy 1979-es Cadillac-ben utazni. Amerikai autócsodák találkoztak Felső-Tárkányban szombaton, közel 100 autó érkezett az ország minden részéről. Szereted az amerikai autókat? Igen, nagyon szeretem. Melyik kedvenc márkás? Nekem nagyon sok kedvenc. Hát van a Dodge, és ez a kedvencem amúgy, meg a Chevroletet is nagyon szeretem. Mit szeretsz bennük? Mi a legjobb bennük egyébként? Nagyon gyorsan tudnak menni. Az a kedvencem benne. Van, hogy ezzel lesz egy ilyen? Igen. Itt van Camaro, Chrysler, régi Cadillac-ek, Dodge-ok, egészen a új autókig. Igazából minden kategória, Hummerek, terepjár, minden kategória van. Van egy amerikai autó kedvelő csoport, ott 30 ezeren vagyunk, és itt vannak Zalaegerszegről érkezők, de még Romániából is, környékbeliek is, mindenhonnan. Vannak itt alvók is, szállás is van nekik foglalva, úgyhogy gyakorlatilag van, aki több száz kilométert jött és hajnalba indult. Mennyire népszerűek itt Magyarországon az amerikai autók? Egyre népszerűbbek, bár ugye sokan a Mustangot látják csak, mert abból van bőven, de én úgy látom, úgy gondolom, hogy mikor én megvettem, azóta is rengeteg amerikai autós vásárolt, ugye ide kijönnek, megtetszik nekik, ez egy életstílus, onnantól kezdve beleszeretnek. Milyen autód van? Nekem egy Camaro-m van, egy V8-as 6.2-es, 2012-es. Én tavaly januárban kezdtem ezt az amerikai autóőrületet, bár már gyerekkoromban is tele volt poszterrel a lakásom. Vett egy itteni barátom egy Corvette-et, elvitt, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy én nekem is kell valamilyen amerikai autó. Mi a jó benne, mi az élvezet? Nagy, erős? Nagy, erős, és egy olyan közösséget tud összehozni, hogy hihetetlen. A Transformers filmekből jól ismert űrdongó, vagyis egy Chevrolet Camaro is érkezett a találkozóra. Megvettem 5 éve, állítólag Németországban matricázták így le. Ebben a kisebbik motor van, 3500 köbcentis, 340 lóerős, ezeket tudja, gyorsan megy.
Korábban még New York utcáit rúgta ez a Dodge Challenger, ma főképp Esztergom Komárom környékén lehet vele találkozni. Ez egy Cadillac Sedan Devil, egy 79-es 7000 köbcentis motorral, közel 200 lóerő, igazából egy két éve jutottam hozzá, Keszelyről vettem meg a Cadillac Múzeumból, egy idős bácsi felhagyott a múzeum üzemeltetésével, és ezt az egy darabot sikerült megvásárolnom tőle. Egy teljesen veterán minősítésű autó, minden eredeti rajta, amit látunk, ez úgy van most, ahogy a gyárból kijött. Korábban Floridában koptatta az utat ez a Cadillac. Ez tényleg egy ilyen életérzés, teljesen más, mint bármilyen luxus autót vezetni. Én úgy jellemezném, hogy mintha az úton hajókázna az ember. Mi is kipróbálhattuk, milyen érzés egy Cadillackel utazni. Itt, ahol ugye most kijöttünk, itt is mindenki néz minket, figyel. Ez mindenhol ez van, mert ugye a hatalmas méretek azért itt Európában még mindig nagyon, tehát ritka. Ugye az előbben beszéltünk róla, hogy mekkora az autó. Hány centis egy? Ja, igen, majdnem 6 méter hosszú. Külön garást kellett neki építsek, mert van nekem ugye otthon olyan autó, ami napi használatban van, hát abban nem fér be. Addig időglesen ki kellett bontsam a falat, hogy be tudjak állni és be tudjam zárni. Mennyiben másabb vezetni ezt a kocsit? Igazából teljesen könnyű a kormányzás, tehát szerintem könnyebb és jobb. Húz, megy, tényleg nagyon jól megy. Mit érzett, amikor egyébként először meglátta ezt az autót a Keszthelyi Múzeumban? Hát, mikor elmentünk megnézni, mondtam, hogy ez kell. Tehát ezt biztos, hogy nem hagyjuk itt. Minden megfogta, a színe, a hát, forma. Igen. Rosszabbra számítottam, megmondom őszintén. Rosszabbra számítottam, úgy mondtam, hogy hát ezt rögtön visszük. Kanyarkövető lámpa van rajta. Ugye amikor kanyarodok minden oldalra, amelyre kanyarodok, kivillan, illetve világítani kezd egy oldalsó lámpa, elektromos antenna, elektromos csomagtér, klíma, elektromosan állíthatók az ülések, tényleg, és ez mind 79-ből. És mi ezen itt szokott benne hallgatni? Elvisz szól most? Igen. Elvisz, most töltöttünk le egyébként olyan YouTube-ról is, de kazettán még ugye ez, majd sikerült szerezni Elvis kazettát. Barka szenteléssel vette kezdetét a virágvasárnapi szentmise a füzesabonyi római katolikus templomnál, majd Papler Pál plébános felidézte Jézus szenvedés történetét a szentmisén. Barka szenteléssel kezdődött a virágvasárnapi szentmise a római katolikus templomban, mely Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképezi. Megváltó királyunk, elébe megyünk, méltó tisztelettel Úrunkhoz legyünk. Hosannát kiáltson, néki minden hív, dicsérettel áldást mondjon nyelvész szív. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, a nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását.
Ő ugyanis azt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor felment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé, amikor Betfágé és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet Olajfák hegyének hívnak, előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek a szemközti faluba, amint beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember nem ült még soha. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki kérdezné tőletek, hogy miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége. Küldöttek, elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy ő megmondta. Amikor eloldották a szamarat, a szamárgazdái megkérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamarat? Azt felelték: szüksége van rá az Úrnak. És elvezették Jézushoz. Ott köntöseiket rávetették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézus. Amint haladt, ruháikat az útra terítették előtte. Amikor közeledett az olajfák hegyének lejtőihez, a tanítványok egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Isten a sok csodáért, amelyet láttak. Áldott a király, aki jön az Úr nevében, békesség a mennyben és a dicsőség a magasságban. A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: Mester, nyisd le tanítványaidat! Jézus azt felelte: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, hallhattuk az imént, hogy hogyan érkezett meg Jézus Jeruzsálembe, hogyan vonult be a Szent Városba, hogy megváltói küldetését végrehajtsa. Mi is, akik a nagybőjti utat járjuk, most megérkeztünk virágvasárnap ünnepéhez, hogy elkezdődjék a nagy hét, elkezdődjék Jézus szenvedésének, feltámadásának megünneplése. A mai nap összefoglalóan elénk tárja az előttünk álló napok eseményeit, amelyeket majd utána napról napra ünneplünk, megemlékezünk, szemléljük ezeket a misztériumokat, utolsó vacsora titkát, a kereszt gyalázatát, nagy szombat döbbentségét, csendjét, majd pedig a húsvét ragyogó dicsőségét. Ezeket állítja már most elénk egyházunk, mert megérkeztünk a virágvasárnaphoz, mert megérkeztünk a nagy hét kezdetéhez. Jézus bevonult Szamárháton, a Szent Városba. Szamárháton vonulva, jelezve, hogy békességet hozott, hogy megváltja az emberiséget, hogy békét hoz, kibékíti a mennyet és a földet, kibékíti az embert és az Istent. Békét hozott akkor is, és ma is ezt kérjük tőle, hogy hozzon békét világunkba, hozzon békét a szívünkbe. Segítsen, hogy békével haladhassunk, hogy egykor majd megérkezhessünk mi is a mennyei Jeruzsálembe, a mennyország boldog közösségébe. Testvéreim, kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját, és induljunk békével. Hogy a Szent Városhoz már közelgedett, és fényes pompával bevezetett. Paprát Pál plébános Jézus szenvedés történetét idézte föl a Szent Misén. Ami Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Szent Lukács szerint. A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, mondták, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak.
Azt állítja magáról, hogy ő a messiás király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Magad mondott, felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek, nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De azok erősködtek, tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézus, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, és remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt tűzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk. Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátani egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett. Vesszen el, bocsáss szabadon Barrabást. Barrabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust, de tovább ordítoztak, keresztre, keresztre véle. Harmadszor is megkérdezte, de hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltották, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte tehát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a magtalanok és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek, omoljatok ránk, és a domboknak takarjatok el. Mert ha zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak. Másokat megmentett, mondták, most mentse meg magát, ha ő a messiás, az Isten választotja. Gúnyt tűztek belőle a katonák is. Oda mentek és ecettel kínálták, ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta, nem te vagy a Krisztus, szabadíts hát meg magadat és minket is. A másik rászólt, nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk,
de ez semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban. Ezt válaszolta neki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, és azt mondta, ez az ember valóban igaz volt. Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt. Ezek az evangélium igéi. A nagy hét a kereszténység számára a legfontosabb időszaka az évnek, magában foglalja Krisztus bevonulását Jeruzsálembe, elfogatását és keresztre feszítését, majd feltámadását. A húsvét misztériumáról beszélgettünk a stúdióban Papper Pál plébánossal. Közeledik a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét, mert túl vagyunk virágvasárnapon. Erről fogunk beszélgetni a stúdióban Papper Pál plébánossal. Köszöntöm Önt, Atyám! Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket! Igen, közeledik legnagyobb ünnepünk a húsvét, ugye hitünk alapja, Krisztus feltámadása az, amit most ünneplünk, évről évre újból, és hál' Istennek most így a járványhelyzet lecsendesülése után már most megszokott módon hívek közösségében ünnepelhetjük az idén ezt a szép ünnepet, mondom, hitünk alapvető ünnepét. Egy egész ünnepkör kapcsolódik húsvéthoz, ami egy egészen hamvazó szerdától nyúlik húsvét hétfő, és utána való pár napig még. Hogyan kezdődik, mi a szertartás ennek az egész ünnepkörnek? Ugye nagyon ilyen ünnepkörről beszéltünk, egy nagyon összetett ünnepről van szó. Ugye maga a magja a húsvét ünnepe, Krisztus feltámadása. Ugye ezt megelőzi a Szent Háromnap, ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat is, hogy eljutunk húsvét vasárnaphoz. Ez már maga az ünneplésnek is a része, de ezt egy tágabb készület előzi meg a nagy hét, ugye, ami tegnap virágvasárnappal elkezdődött, Barka szenteléssel Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk, és maga az egész készület, ugye, ahogy beszéltük is, hamvazó szerdán kezdődik, amikor is az előző évi barkát elégetve, abból nyert hamuval, bűnbánat jeléül, ugye hamut hintünk az emberek fejére, ezzel is kifejezzük ugye bűnbánatunkat, az elmúlásra való figyelésünket, onnan kezdődik az egész készület, kicsúcsosodik ugye húsvét ünnepében, Krisztus feltámadása megünneplésében, ugye majd húsvét hétfő, húsvét nyolcada, az úgynevezett fényes hét, ami Isten irgalmaság vasárnapjával zárul le, de mégsem zárul le a húsvét ünneplés, hanem egészen ugye pünkösdig eltart, ugye a húsvét után 50. napig, tehát szinte egy ilyen készület, felérünk a csúcsra, majd pedig egy lecsengés az ünnepnek, a mennybe menetelés, a Szentlélek eljövetele adja meg az egész üzenetét ennek az ünnepkörnek. Ilyen jelentősebb eseményei vannak ennek az ünnepkörnek, ugye már egy párat felvázolt itt. Most ugye, ami most fog következni a Szent Háromnap, amikor is napról napra egy-egy fontos eseményét éljük át újra a megváltásnak, ugye nagy csütörtökön este az utolsó vacsorára emlékezünk, úgy is szokták nevezni az utolsó vacsora emlékmiséje, a nagy csütörtök esti szentmise, amikor is a szentírási szakaszok segítségével felelevenítjük, hogy mi is történt az utolsó vacsorán, Jézus hogyan adta a kenyeret és a bort, mint testét és vérét apostolainak, és alapította meg a papságot. Mondván, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ez majd meg is jelenik, ugye elindul egyház életében, hogy ezáltal lesznek különbek, másabbak, és ezáltal határolódik el majd a születő egyház a régi zsidó közösségtől, a zsinagó közösségétől, hogy itt a kenyértől és az utolsó vacsorát ünneplik újból és újból, és erre megbízott személyek vezetésével, az apostolok utódainak vezetésével. Tehát ugye itt látjuk nagy csütörtökön az oltári szentség, az eukarisztiának a megalapítását, a papságnak a megalapítását. Jézus szenvedése már ekkor elkezdődik, ugye az olajfák hegyén elfogják,
és ehhez kapcsolódik egy kis virrasztás is még csütörtök este, és nagy pénteken pedig ugye már ott nincsen szentmise, ott Jézus kereszthalált ünnepeljük, emlékezünk rá, de felelevenítjük az ő szenvedésének történetét, a passiót is, vagy felolvasva, vagy dramatizálva szereplők által elénekelve elvenítjük fel, és kereszthód alatt történik régiós keresztény hagyományra visszatekintve, hogy maga a kereszt, amin Jézus meghalt, fontos eszköz számunkra, mert ezen történt a megváltás, ahogyan a Szentírás mondja, engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszthalálig. Tehát nem egy kivégző eszközt tekintünk a keresztfában, látunk keresztfában, hanem üdvösségünk eszközét, amelyen Krisztus engedelmesen megváltott bennünket bűneinktől. Tehát van egyfajta kereszthódolat, a mi atyánkot imádkozzuk el, a szent áldozás történik a nagypénteki szentmisében, és ezzel le is zárul a szentmise, nem szentmise, szertartás, és nagypénteken sokszor a szertartásban ugye a csend az, ami esetleg maga harsogásával, nyomasztó hatásával fejezi ki, hogy mi is, milyen nagy dolog is történt nagypénteken, és milyen fájdalmas és meglepő dolog történt, és ebből forrásozik majd a nagyszombat csendje, döbbentsége, hogy nagyszombaton nincs semmi. Nagyszombaton az egyház Jézus sírja mellett ül, várakozik. Mondhatjuk úgy, hogy a döbbentség hatása lesz itt nyilvánvaló, hogy mi történt, Jézus, aki eljött és tanított és csodákat tett, most mégis meghalt és keresztre feszítették, eltemették, és ugye az emberek döbbentsége, hogy hát nem ezt várták, és mi lesz most. Valami ilyesmi hangulatot jelent az egyház, hogy döbbentség, csend, várakozás, és majd ebből jön majd a húsvét ragyogása és fényesség, hogy de hát eljött a feltámadás, és mindez a szenvedés, az utolsó vacsora csendje, meghittsége, a kereszt gyalázata, szenvedése e felé mutat, és e felé vezet bennünket, és majd az életünkben is ezt tapasztaljuk, vagy ezt kell, hogy átéljük, hogy a szenvedések, nehézségek nem csak egyszerűen önmagukért vannak, és bennünket csak sanyargatnak, hanem a feltámadás öröme felé terelgetnek, és ahhoz, hogy a feltámadás örömére eljussunk, át kell éljük ezeket is. És az egyház is a böjttel, imádsággal, keresztúti általadosságokkal, mindez erre kész, hogy ezt átélve juthasson el majd a feltámadás örömére, ragyogására, amit már ugye nagyszombat este, vasárnap előestén, húsvét vasárnap előestén már elkezdünk ünnepelni. Nem feltétlen szabályosan, mert ugye húsvét hajnalán történt a feltámadás, húsvét hajnal sötétségében történt ragyogás maga a feltámadás, és ezt hozzuk elő estére, szombat estére, és ezért is fontos, hogy sötétben kezdjük el a nagyszombat estén tartott szertartást, mert a húsvét ragyogása a sötétségben nyilvánul meg jobban. Ahogyan karácsonykor, ugye éjféli misén is ezt ünnepeljük, hogy Krisztus világossága a bűn sötétjében, sötét éjszakában felragyogott, a feltámadás ragyogása is valahogy az éjszak és a hajnal határán ragyog fel számunkra, és ezt éljük meg a nagyszombat estén tartott szertartásban, szentmisében, ahol húsvéti gyertyát gyújtunk meg egy megszentelt tűzről, itt is ugye a fényesség, a sötétségben ragyogó fényesség szimbolikájával próbáljuk megjeleníteni, és a szertartás gazdagsága, sokszínűsége is mutatja, hogy itt is fontos dolog történik. Nem csak egyszerűen a feltámadásra tekintünk, hanem hogyha van erre lehetőség, felnőtt keresztség is történik, visszatekintve szintén az őskeresztény időkbe, ahol mindig húsvét hajnalán, nagyszombat éjszakáján keresztelték meg a keresztségre jelenkezőket, és itt is, tehát a szentségek jelen vannak ezekben a napokban, mint ahogy mondtam, nagycsütörtökön eukarisztia, a papság, most húsvét hajnalán a keresztség, tehát hogy az egyház éltető szentségei, meg maga az alapja, Krisztus feltámadása, az ünneplése nyilvánul meg ebben az ünnepben, és nap mint nap mindig másra irányítva a figyelmet, így próbáljuk minél teljesebben ezt a misztériumot megragadni, és akkor ugye nagyszombat éjszakáján megtörténik ez a feltámadási szertartás, feltámadási körmenetet is tartunk, amennyiben az időjárás engedi, kimegyünk a templom falain kívülre, hitünk megvallása, tanúságtétel ez, hogy az oltári szentséggel, a feltámadási szoborral, a húsvéti gyertyával kimegyünk a
templomon, a templom kerítésén kívülre, és így tárjuk a világ elé, hogy itt van hitünk alapja, a feltámadt Krisztus. És ennek már egyfajta lassan lecsengése a húsvét vasárnap, az ünnepi szentmise, amikor már az egy megszokott szentmise, de mégis maga ünnepélységével, vidámságával, mert feltámadt Krisztus, mert az eddigi szenvedés nem hiába való volt, hanem efelé vezetett, és a mi szenvedéseink is efelé vezetnek is, és ránk is majd a feltámadás öröme és dicsősége vár, és ezt tárgyaljuk majd a húsvét utáni napokban, húsvét hetében, a fényes héten, ami szintén kicsit még az Isten jégbemasságra is irányítva mutatja meg, hogy de hát ez az egész Isten jégbemas szeretetének megnyilvánulása, és ezért történt az, hogy Szent II. János Pál pápa húsvét második vasárnapját Isten jégbemasság vasárnapjának rendelte, és ünnepeljük, és az jégbemas Jézus képet különösképpen szemléljük ezen a napon, és szépen a húsvéti időben Krisztus feltámadását ünnepeljük, amely ugye majd a mennybe menetel felé, és a pünkösd Szentlélek eljöttel felé vezet bennünket, és így kerek az egész ünneplésünk a hamvazó szerda bűnbánati elindulásától a Szentlélek eljövetelig. Hitünk ebbe így bele van foglalva is, és valamennyire keresztény életünk is a szenvedésekkel, nehézségekkel, örömökkel, beteljesüléssel, célbaéréssel, ebben a 90 napban ezt látjuk hitünk megnyilvánulását. Ebben az időszakban a híveknek hogyan kell cselekedni? Milyen dolguk van ilyenkor? Nyilván, ahogy mondtam is, hogy ugye kezdjük bűnbánattal, bőjttel, az egyház kéri, előírja, hogy ilyenkor az ember végezze a gyónását, húsvét időben áldozzon. Igen, hát ugye amikor magukat a szentséget látjuk, hogy Jézus tanítványának adja a kenyeret és a bort, mint testét és vérét, hogy vegyék és egyék, hogy részesüljenek benne, akkor a hívek is ne zárják el magukat ezektől, hanem amennyiben lehetséges, valóban rakják le bűneiket, gyónjanak meg, és áldozzanak. Tehát az egész húsvéti készületben ez is megnyilvánul, hogy kicsit jobbak szeretnénk lenni, bűnbánatot tartunk, és húsvétkor megáldozunk. Nyilván amennyiben még utána is lelkiismeretünk engedi, akkor a további időszakban is áldozunk, de valamilyen szinten ez is megnyilvánul. Nyilván vannak ilyen lehetőségek, mint a keresztúti állítatosság a nagybőjt péntekén, amikor is Jézus szenvedését állítottuk a figyelem középpontjába, azt szemléltük. Megint nem csak a szenvedés miatt, hogy na most itt csak a szenvedésre tekintünk, hanem hogy ez a szenvedés hol vezet, mit fog majd nekünk eredményezni. Igen, fájdalmas volt és nehéz volt az a keresztút, és halállal és temetésre végződött, de a történet nem ért ott véget, hanem eljött a feltámadás, és mindez a feltámadásra készít fel bennünket. Majd pedig húsvétkor, tehát nyilván a böjtöt megtartva, húsvétkor örvendezve veszük magunkhoz a húsvét ételeket, tartunk ételszentelést is, ahogy a vasárnapi szentmisében is hirdettem, hogy el lehet hozni a húsvéti kalácsot, sonkát, tojást, különböző húsvét ételeket, és megáldjuk azokat. Isten áldásával vegyük magunkhoz ezeket a megszentelt ételeket, melyek szintén kifejezik Jézus feltámadásának, vagy hitünk alapjának bizonyos mozzanatait. És ebben is megnyilván, hogy a hívek minden nap életére is hatással van hitünk megélése, nem csak egyszerűen, hogy eljövünk a templomba, és akkor csak a templomban történik, habár a templomban a hívek közösségében megéljük ezeket a misztériumokat, hittitkokat, de mindez hatással van a mindennapi életünkre is. Gyerekeket hogyan lehet bevezetni a húsvéti ünnepkörbe? Ugye ön nagyon sok hittanórát is tart nekik. Lehet, hogy kicsit másképp magyarázzuk nekik. Igen, tehát... Gyereknyelven igazából. Próbáljuk gyereknyelven megértetni velük, de nyilván ezt kell nekik megérteni, és ezt kell nekik látni. És nyilván az iskolában lelki napot tartunk, amely kifejezetten az ő nyelvükre ülteti át ezeket a titkokat, és amikor keresztutat is végeznek, vagy különböző előadást hallgatnak, azt úgy kapják, hogy ők azt megérthessék, és ne egy meseszerű dolog legyen ez, hanem érezzék, hogy igen, ez fontos, és fontos része az életüknek, amelyből sok népszokás is forrásozik, és így is hatással mindennapokra, de érezzék át, hogy igen, ez fontos, és így készüljenek fel ők is erre az ünnepre. Mennyire tud együttműködni a népszokások, ugye az előbb említette, és a maga az egyházi világ, az egyházi üzenet a húsvétnak? Valamilyen szinten a népszokások az egyházi üzenetnek a leképződése a mindennapi ember életére is, és nem rosszak a népszokások, sőt nyilván ezeket őrizni is kell. Az a fontos, hogy a babonás elemeket engedjük el ezekből a népszokásokból is, és azoknak a tiszta formáit és tiszta hagyományait őrizzük meg, és
őseinknek, mondom, hitük megélését is mutatta ez, és kegyes dolgok ezek, fontosak és ragaszkodjunk hozzájuk, de a babonás elemeket, azokat tisztítsuk, vagy írtsuk ki ezekből a népszokásokból, mert az viszont hitünket gyengíti, és eltávolít az igazi üzenettől bennünket. Már itt tartunk, hogy üzenet. A ma emberének ön szerint mi a húsvét üzenete, mire kell kimondottan figyelnie ebben az időszakban? Sok minden történt az elmúlt időszakban, ugye két éven keresztül hordoztuk a Covid-járvány keresztjét, most az ukrán háború keresztjét hordozzuk, hogy valahogy ezt kell látnunk, hogy az életünkben megvannak ezek a nehézségek és keresztek és szenvedések, az értelmét nem mindig látjuk, és sokszor ugye érthetetlenül állunk bizonyos helyzetek előtt, de mégis azt kell látnunk, hogy mindezek elvezetnek bennünket valóvá, és így kell megéljük most ezt a húsvétot is, hogy igen, nehézségek vannak a világban, tragédiák vannak a világban, de feltámad Krisztus, és várjuk a feltámadást, és ez bennünket ne hitünktől távolítson el, hogy Isten miért engedi ezeket a kereszteket, miért engedi ezeket a tragédiákat, nem pont ellenkezik, hogy ezek a tragédiák erősítsenek bennünket hitünkben, és segítsenek, hogy de mindezek ellenére várjuk a feltámadást, mindezek ellenére hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, és nem madzagon rángatja az emberiséget, és szabad akaratot adott az emberiségnek, és éppen ezért történnek háborúk és történnek tragédiák, de Krisztus feltámad, Krisztus megváltott bennünket, ránk a mennyország boldog közössége vár, addig viszont hordozzuk keresztjeinket, és a nehézségeket is megélve, nem elgyengülünk a hitünkben, hanem ez segítsen bennünket, hogy még inkább Istenbe kapaszkodjunk, mert ebben a helyzetben másban nem tudunk kapaszkodni, és ő segítsen bennünket így megélni ezt a húsvétot. Ahogyan az első apostolok is nem értették, hogy most akkor Krisztus miért fogják el, miért viszi a keresztet, miért feszíti keresztre, de hát nem erről volt szó, nem ezt várták. Nem ilyen megváltásra számítottak, és ők is szétszaladtak, elmenekültek, de utána, miután Krisztus feltámadt, megértették a dolgokat, a Szentlélek segítette, hogy megértsék, hogy mindez az egész miért is történt, és valamilyen szinten ezt a háborús helyzetet is így éljük át, hogy nem értjük, hogy mi történik, nem értjük, miért történik, de hisszük, hogy valami értelme lesz, és Isten valami jót ki tud ebből hozni, mert ugyan a Krisztus szenvedéséből és a feltámadás, mint az üdvösség, az emberek üdvössége a legfőbb jó jött el, valahogy ebből is valami jónak kell majd kibontakoznia és megszületnie, de még most ezt nem látjuk. Mondhatjuk, hogy mi most a nagypéntek sötétségében járunk ebben a háborús helyzetben, de várjuk a feltámadást, és hisszük, hogy a józan belátás csak győz ebben a helyzetben, és az Úristen segít, hogy ezeket a nehézségeket is legyőzzük, és a feltámadás örömének tudjunk örvendezni. Ha ezzel szeretnénk menni a húsvéti szentmisékre, mikor tehetjük ezt meg? Hány órakor kezdődnek a misék? Ugye a nyári időszámítás szerint nagy csütörtökön és nagy pénteken este 6 órakor kezdődnek a szertartások. Nagy szombaton, mint ahogy mondtam, hogy a sötétben kezdjük a szertartást, az este 8 órakor fog kezdődni. És a húsvét vasárnapi szentmise pedig, hát rendes vasárnapi szentmise rend lesz a kápolnában reggel 8 órakor, 11 órakor pedig a templomban, húsvét hétfőn is, ugye folytatjuk meg az ünneplést, de már akkor korábban, 8 órakor a kápolnában, 9 órakor a templomban, hogyha a családok esetleg kirándulni szeretnének menni, vagy várják a locsolkodókat, akkor mindezek után nyugodtan tudják ezt megtenni, és a szentmise után nyugodtan a család együtt tudjon lenni, és együtt tudjon ünnepelni. Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen! Magam és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Heti Krónikát látták. Riportjainkat továbbra is megnézhetik a már jól megszokott app címeken a füzesabonytv.hu weboldalunkon, valamint a füzes híreken is. Friss hírekkel találkozunk egy hét múlva, addig is viszontlátásra!